Ez is csokkolom. Emberek, merre vagyon itt egy telefonfülke? A falu szélén, arra felé. Köszönöm. Tudnának adni egy kis aprót? Persze. Köszönöm. Ő lesz. Sajnos elfelejtettem a számot. Hívja a tudakozót. Micsodát? Tudakozó. De annak se tudom a számát. 1-1-8-0-0. Köszönöm szépen. Igaz magyar ember vagy, barátom. Sajnos nem veszi föl. Talán nincs otthon az asszonyka. Lehet, de én a mobilját hívtam, szóval ha nincs is otthon, elvileg akkor is el lehet őt érni. Ez ilyen modern találmány a városból, egészen kicsike, nem kell hozzá fülke. Van nekünk is. Van, van. Igen, akkor jó. Különben hol vagyunk most egyáltalán, jó emberek? Hogy hívják ezt a vidéket? Tokánypuszta. Tokánypuszta. Istenem. Begyönyörű ősnév. Tokánypuszta, a népajka. Aztán jár egy távolsági busz erre felé, néném asszony? Jár, jár, persze, hogy jár. De csak napjában kétszer, reggel meg délután. Ó, és mikor jön a délutáni? Délután. Persze, én kérek elnézést, igen. Na, jöjjön, így velünk addig egy áldomást. Köszönöm, bátyám, elfogadom. Esetleg tudnának-e valami gúnyát szerezni addig, hogy... Jogging mi? Jó lesz? Micsoda? Jogging. Persze, természetesen. Sanyikától hozok valami. Azt meg lehet kérdezni, hogy négy szalajtotta? Hát őszintén szólva, nem tudom. Vagyis hát egészen pontosan nem tudom, hogyan is kerültem én most ide. De maradjunk annyiban. Vannak titokzatos ellenségeim. Mi meg azt gondoltuk értelenjében, hogy a Riska tején ellett tégedet, mivel ott találtam meg a faránál. Ti vagytok a dicső múlt letéteményesei. Ide kéne visszatérnünk nekünk, elkorcsosult, erkölcstelen nagyvárosiaknak. Vadászat, halászat, íjászat, földművelés, fazekasság. Ezek az ősi mesterségek az igaziak. Hely, de nagy figura vagy te. Egyébként mi mindannyian a Mercedes járba dolgozunk. De nagyon tetszik, amit mesélsz te, én fia. Jó utat te, én fia! Gyere máskor is!